nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Ragon Cserita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nem engednek a tárgyalófelek, érik az újabb sztrájk Pécsen. Turbókörforgalmat akarnak Patasra, fontos a közlekedési fejlesztés a Fidesz szerint. Emelkedett a 25 év alattiak adómentessége, több mint 500 000 után sem kell fizetniük a NAV-nak. Farsangi funk verseny Pécsen, a vásárcsarnokban várják a kóstolókat péntekig. Nincs megállapodás a pécsi buszos cég vezetői és munkavállalói között. Nem kerültek közelebb az idei béremelés lezárásához a felek. A szakszervezet a kudarc miatt újabb sztrájk szervezését kezdheti meg. Egyelőre sikertelen a bértárgyalás a munkáltatóval, mondja a Tükebusznál működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet pécsi vezetője. Nem tudtak még megállapodni az idei béremelésről. Ugye már a negyedik bértárgyalás volt január 30-án, munkáltatóval nem sikerült újból megegyezni. Ugye az új ajánlata igazából nem növekedett jelentősen, ugye csak az egyéb állomány tekintetében emelt 0,5%-ot. Úgyhogy felmérést végeztünk a munkavállalók körében, ők ragaszkodnak a 20%-os keresetfejlesztéshez, ezért február 9-ével egy újabb egyeztető eljárást kezdeményeztünk a Tükebúz ZRT-vel. A sikertelen megbeszélések után újra napirendre került, hogy megint munkabeszüntetésre kerülhet sor. Ezt a szakszervezet levélben jelezte a cég vezetőjének, illetve azt is, hogy február 9-én újra tárgyaló asztalhoz ülnének. Azt követően nem születik megállapodás, és nem kapunk egy megfelelő béremelési ajánlatot, akkor ugye február 27-28-án újabb munkabeszüntetésre kerülhet sor. Ez bizonyos mértékben a munkáltatónak is jó, mert ugye akkor nincs üzemanyagköltség azokra a járatokra, amelyek nem mennek el, illetve ugye hogy a szájban észrevő gépkocsi vezetőknek bért se kell fizetni, tehát egy megtakarítás. Utal viccesen a cég jelenlegi helyzetére a szakszervezeti vezető. Természetesen hosszú távon ez nem megoldás, hiszen a buszvezetők türelme is véges, és előbb-utóbb elhagyják a céget, ha nem kapnak megfelelő bért. Egy bizonyos létszám alatt pedig veszélybe kerül a jelenlegi menetrend teljesítése, mondja a szakszervezeti vezető. Ők ugye a 17,7%-os alapóra bérfejlesztést javasolták a gépkocsi vezetőknek, de hogyha az azt fölötti juttatás pedig kiszámíthatatlan a munkavállalóknak. Tehát egy család költségvetését, meg hogy mennyit fog kapni a következő hónapban, erre nem lehet alapozni, hogy vagy kap, vagy nem, mert ugye nem egyenlő mértékben részesülnek belőle, illetve hogyha részesülnek is, akkor vannak olyan időszakok, például ugye a szabadság, illetve a táppénzzel telesnek ezektől a juttatásoktól. Ráadásul a nyugdíjnál sem jöhet számításba a juttatás mértéke, mondja Raposa Gábor. Ezért ragaszkodnak az alapórabér emeléséhez, míg a város a juttatásokat emelné, amik egy tolvonással visszavonhatók. Az önkormányzati cég képviselői és az autóbuszvezetők szakszervezete tehát február 9-én újra tárgyalni fog a bérrendezésről. Régóta elviselhetetlen a Pécsen átívelő tranzit kamionforgalmat is lebonyolító patacsi körforgalom. A Fidesz és a Kereszténydemokraták Szövetsége rendeleti úton fogja elterelni a forgalmat, és két sávossá kívánja tenni azt, ha a pécsiek rájuk szavaznak. Ezzel az élhető környezetbarát Pécsre szavaznak, erről tájékoztatta a sajtó képviselőit Musz Zoltán, a Fidesz-KDNP ÖPE önkormányzati képviselője. 2023. novemberében jelentette be a Fidesz és a Kereszténydemokraták Szövetsége rendeleti úton fogja elterelni a régóta elviselhetetlen Pécsen átívelő tranzit kamionforgalmat a település határainál. A jobb oldal elszánt arra is, hogy két sávossá tegye a patacsi körforgalmat, mindezt azért, hogy a 6-os főút nyugati szakaszán ennél a csomópontnál kialakuló forgalmi dugókat megszüntessék, tájékoztatott a helyszínen Musz Zoltán, a Fidesz-KDNP ÖPE önkormányzati képviselője. Amennyiben a 2024-es önkormányzati választásokon a pécsiek a polgári oldalnak szavaznak bizalmat, rendeleti úton kívánjuk elterelni település határain a jelenleg Pécsen átívelő teherkamionforgalmat, továbbá a mögöttem látható patacsi körforgalmat kívánjuk bővíteni, kétsávossá alakítani, mert amit itt tapasztalhatnak a lakók,
és az itt áthaladók napjában többször kilométeres sorok, hatalmas dugók, ez tarthatatlan ez az állapot. A polgári oldal képviselője azt is elmondta, sajnálattal hallgatta végig az idei évi költségvetésről áradozó városvezetőket, abban ugyanis egy szót sem ejtettek a tranzitkamionforgalom elterelését célzó útfejlesztésekről, vagy a patacsi körforgalom bővítéséről. Elmondhatjuk, hogy Péterfi Attiláékra ez ügyben nem számíthatnak a patacsiak. Azonban mi elkötelezettek vagyunk az említett két témát tekintve is, és amennyiben ránk szavaznak, egy élhetőbb, környezetbarát Pécsre szavaznak. Jó hír a nyugati városrészekben élőknek, hogy a Fidesz továbbra is a patacsiakkal van. Rövid híreink következnek. A Universal Air légitársaság Máltára és Münchenbe indít repülőjáratokat a jövőben Pécs-Pogányi repülőtérről, és a későbbiekben Korfu is szerepelhet a baranyai légikikötőből elérhető desztinációk között. Hangzott el a helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón. Simon Cook, a 2015-ben alapított máltai központtal működő Európában és a mediterrán térségben repülő légitársaság ügyvezetője közölte, járataikhoz a Dash 8Q400-as, 78 üléses, légcsavaros, regionális utasszállító repülőgépeket fogják használni. A repülési idő Münchenbe 1 óra 20 perc, Máltára 2 óra 20 perc lesz. A check-in indulás előtt 90 perccel kezdődik, és 30 perccel zárul. Tájékoztatása szerint jegyeket napokon belül közvetlenül a légitársaságtól lehet vásárolni, később pedig helyi utazási irodákban is kaphatóak lesznek. Egyes városrészekben évek óta sok bosszúságot okoznak a varjak Pécset, ezért a Városüzemeltetési Társaság kampányt indított a lakosság számára, hogy miképp védekezhetnek a varjak ellen. A varjak törvény által védett madarak, elpusztításuk, károsításuk, költési időben történő zavarások tilos. Sok esetben a nyitott lakossági hulladékgyűjtő edényekből jutnak könnyen megszerezhető táplálékhoz, éppen ezért a legtöbbet a lakosság teheti a varjú populáció visszaszorításának érdekében. Ezért Pécs érintett területein a Biocon munkatársai figyelemfelhívó matricákat ragasztottak a hulladéktároló edényekre, valamint együttműködve a lakásszövetkezetek és társasházak Baranya vármegyei szövetségével a környéken lévő társasházak lépcsőházaiban plakátokat helyeztek ki. Emelkedett a 25 év alattiak adókedvezménye idén. Ebben az évben jelentős összeget vihetnek haza havonta, hiszen a központilag meghatározott összeghatár magasabb, mint 500 000 forint. A jelenlegi szabályozásról beszélt stábunknak a NAV baranyai sajtóreferense. Nagyobb kedvezményt kapnak idén a 25 év alattiak, tudtuk meg a baranyai NAV sajtóreferensétől. Barlai Krisztina arról beszélt, hogy mit jelent ennél a korosztálynál az SZIA kedvezmény adása. A 25 év alattiak kedvezményének az a lényege, hogy a fiatalok ezen életkor betöltéséig csökkenthetik az adóalapjukat havi szinten 576.601 forinttal. Ez azt jelenti, hogy az összevont adóalapjukat ezzel csökkentve nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Például, ha egy 25 év alatti bruttó 700 ezeret keres, akkor is csupán elenyésző adót kell befizetnie a kedvezmény alapján. Hogyha egy fiatal bruttó 700 ezer forintot tud keresni egy hónapban, ebből a bruttó 700 ezer forintból le kell vonni az 576.601 forintot, tehát csak a fennmaradó rész után kell neki személyi jövedelemadót fizetni. Ez azt jelenti, hogy havi szinten több mint 80 ezer forint adó megtakarítást tud elérni. A jogszabály meghatározza, milyen jövedelmek után érvényesíthető a kedvezmény, ezt ismertette a NAV munkatársa. Az összevont adóalapba tartoznak az önálló tevékenység jövedelmei, illetve a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek. Az önálló tevékenységből származó jövedelem például a vállalkozói kivét, általány adózás esetén az általányban meghatározott vállalkozói jövedelem, valamint az őstermelői jövedelem. A nem önálló tevékenységek közé tartozik a munkabér, a megbízási díj, például a táppénz, vagy egyéb adóköteles TV-ellátás, vagy például a végkielégítés.
A Központi Statisztikai Hivatal határozza meg minden évben azt az összeghatárt, ameddig nem kell esziát fizetniük a 25 év alatti fiataloknak. A KSH a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetet veszi alapul. Ez alapján idén 576.601 forintig érvényesíthető a 25 év alattiak adófizetési kedvezménye. Elindult a második farsangi fánk verseny Pécsen. A Vásárcsarnok vendéglátóegységei péntekig várják a kóstolókat. Szavazatok alapján dől el, kié a legjobb farsangi fánk idén. A tavalyi győztesnek járó kupa, mellette az idei megmérettetés táblája február 6-án indult a pécsi Vásárcsarnokban a háromnapos második farsangi fánkverseny. Az üzlet tulajdonosa azt mondja, bár egészségügyi nehézségei vannak, de szeretnék megvédeni a tavalyi elsőségüket. Szeretnénk megvédeni természetesen, ha bár én beteg vagyok, csipőműtét előtt állok, egyel már túl vagyok tavasszal, úgyhogy mégis egy kicsit, ez nagyon fontos, igen. A receptben nincs semmi újdonság, azonban a vendégek számát alul becsülték az első napon. Csak a hagyományos farsangi fánggal készültünk. Hát meg vagyok lepődve, hogy hirtelen ilyen sokan vannak, ha bár tavaly is rengetegen voltak szombaton, de akkor szombat volt. És nem mertem készülni, úgyhogy fél árgolcom van most még a következő adag. A másik versenyző egységnél úgy gondolták, szakmai kötelességük benevezni. Mi lángossütőként illik, hogy megmutassuk, hogy másra is képesek vagyunk, úgyhogy idén is megpróbáltuk. Idén is alulbecsültük az érdeklődők számát, úgyhogy holnapra dupla mennyiséggel készülünk, mert úgy látszik, hogy a fánk az nem fog soha kimenni a divatból, és kutya kötelességünk kiszolgálni az igényeket. A verseny különleges résztvevője a Vásárcsarnok kínai kifőzdéje. Hát kínai fajta csüröke, fánkot sütöttük. Aha, más, mint a magyar fánk? Más? Nem, nincs más. Szerintem az magyarul. Magyar tanultuk. Igen? Magyarul. És Kínában esznek ilyen fánkot? Vagy ilyesmit? Vagy más? Más fajta. Nincs ilyen. Minden vendéglátó egységnél hamar elkapkodták a fánkokat. Fiatalok, idősek lelkesen és érdeklődve fogyasztották a lekváros nutellás farsangi finomságot. Láttam a hirdetést, és gondoltam, hogy megnézem, mert én is ütök fánkot, és ezt talán tanulunk még valamit. A kóstolás után szavazhatnak a vendégek. Ebben a dobozban gyűjtik ezeket a lapokat, és pénteken összesítik a voksokat. A legtöbb szavazatot kapó vendéglátós megkapja a győztesnek járó kupát a második farsangi fánkversenyen a pécsi Vásárcsarnokban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Egy néhány hónapos macska került az Eresz fogságába, három emelet magasban, Siklóson. Az órák óta mozdulatlanul kuporgó állat kimentésére a Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület szakembereit kérték fel, mivel alpin technikára is szükség volt. A beszorult kedvenchez a felderítést követően egy tetőablakon át a tetőre helyezett dugólétra segítségével jutottak ki az önkéntes tűzoltók, majd alpin technika és további kötélbiztosítás telepítése mellett végül épségben sikerült gazdia féltő kezeibe juttatni a cicust. Számolt be a részletekről a Szent Flórián közösségi oldalán. A nyugállományba vonuló pedagógusok is kapnak fizetésemelést, közölte a belügyminisztérium kedden az MTI-vel. Azt írták, a belügyminiszter álláspontja szerint méltatlan helyzetbe kerültek azok a pedagógusok, akik 2023. szeptember 15 és 2023. december 31 között nyugdíjba vonulásuk okán megkezdték felmentési idejük letöltését, így jogviszonyuk nem alakult át. Ezért az új jogviszony szerinti új illetmények megállapítása rájuk nem vonatkozott, ezen a jogcímen fizetésemelésben nem részesülhettek. A miniszter döntése alapján a munkáltatóknak január 1-től egyoldalú kötelezettségvállalással biztosítaniuk kell a pedagógus 1, a pedagógus 2 vagy a mesterpedagógus fokozatban az adott sáv alsó értékének megfelelő összegű, de legalább 10% mértékű fizetésemelést az érintett 389 pedagógusnak. A régió híreivel folytatjuk.
8 étterem, 7 borászat, 2 cukrászda, baba-mama birodalom, gyerek és felnőtt koncertek várták a 6. gasztrofarsang érdeklődőit Balatonlellén. A programra több százan voltak kíváncsiak idén is. Már a nyitás után nem sokkal megtelt a rendezvény sátor a Balatonlellei parkban. A jó időt és a színes kínálatot kihasználva sokan érkeztek a hétvégi farsangi rendezvényre. Több telefont is kaptam a héten, hogy biztos meg lesz-e tartva a rendezvény, azon kívül, ha itt körülnézek, akkor vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy elég sok olyan üdülő tulajdonost ismerek, akik már lelleiek, de nem lelleiek mégsem, akik lejönnek a fűthető nyaralóikba, itt töltik a hétvégét, várják a programjainkat, tehát azt hiszem, hogy nem csak a lelleieknek vagyunk itt, hanem az ország népének. Az éttermek, borászatok most is különlegességekkel készültek az érdeklődőknek. Ez meg a hódókiflink, ez egy kovászos hódókiflink. Akkor ebben rakunk egy ilyen házi aiolival készítjük. Az a lényege, hogy ez egy házi majonéz, ami fokhagymával készül. 50%-ban olívaolaj, 50%-ban pedig mogyoróolajjal készítjük. És akkor ebben rakunk egy... mi általunk töltött grillkolbász. Ez egy saját fűszerezésű, saját készítésű jubélbe töltjük magát a grillkolbász. És akkor fermentált uborkát rakunk bele. Az a lényeg, tehát nem ecettel készítjük, hanem fermentáltal készítjük az uborkát, és ehhez rakunk hozzá málnaecetes lilahagymasalátát, ami szerintem mi készítünk. Tehát a málnaecetet mi készítjük. Nézzétek, milyen gyönyörű bordószíne van a málnaecettől. Kós Tamás szerint az emberek keresik az újdonságokat, tudatosabban étkeznek, és keresik azokat az ételeket, amelyek nem csak finomak, de egészségesek is. Egyre nagyobb az a kör, aki keresi az egészséges, régi, hagyományos ételeket. Mi nálunk 72 óra alatt készül el egy kenyér is például, amit itt is hoztunk ki, és hosszú fermentációval dolgozunk, ami elősegíti, tehát jó tesz az emésztésnek, jó a gyomornak, jó az embernek, jó az egészségnek, imádják. A kiállítók azt mondják, azért szeretik ezeket a rendezvényeket, mert túl azon, hogy a saját portékájukat értékesíthetik, az ilyen alkalmakon lehetőség nyílik a másik megismerésére, kötetlen beszélgetésekre is. A vendégek között pedig olyanok is vannak, akik kedvenceik miatt keresik fel a rendezvényt. Nagyon sok olyan helyi vendég is jön, aki ragaszkodik a saját étterméhez, saját barátosodához, és már alig várja, hogy kinyitjanak ezek a nyári éttermek, és megkeresi őket, és egy jó kis hangulatú rendezvényen elfogyasztja az ételeket, illetve a borokat. Szerintem abszolút működőképes ez a dolog. Nagyon élvezzük mi is egyébként, hogy kicsit összejövünk, borászokkal tudunk beszélgetni, és tudjuk élvezni a bulit tulajdonképpen. A Balatonlellei gasztrofarsang hasonlóan a többi szezonon kívüli rendezvényhez már ismert és várt eseményé nőtte ki magát, ahol a helyi és környékbeli termelők, vállalkozók népszerűsíthetik saját portékáikat, illetve magát a Balaton régiót is. A Tolna Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége tavaly valamivel több mint 14 ezer állami jegyet és fogási naplót adott ki. A horgász köteles a környezetét tisztán tartani, és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Ennek ellenére mégis sok a szemét a vízpartokon is. Balog Attila elmondta nekünk, hogy Tolna Vármegyében a 2023-as évben valamivel több mint 14 ezeren váltottak állami jegyet és fogási naplót. Tolna Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége 6 vízterületen folytat hallgazdálkodási tevékenységet. Ez a Kesési Hold, Sió, Szálkai víztározó, a Dunának egy 27 folyamkilométeres szakasza, a Sió csatorna, 58 folyamkilométeres szakasza, a Strávis csatornának 40 folyamkilométeres szakasza, illetve a Koppány csatorna egy bizonyos szakasza. Körülbelül olyan 20 évvel ezelőtt kezdődött el a hallgazdálkodási vízterületeken a szemetelés megelőzése érdekében, szemetelés zsákoknak a kihelyezése bizonyos pontokban. Ebből azt reméltük, hogy majd a horgásztársak, illetve túrázók azokat a helyeket használják csak, hogyha esetleg el szeretnék dobni a szemetüket.
A Magyar Országos Horgász Szövetség országos házirendje első pontja szerint a horgászok környezetvédők, és ennek mindig meg kell mutatkozni magatartásukban. A hatodik pontban foglaltak szerint a horgász köteles a horgász helyét tisztán tartani, és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Úgy gondolom, hogy horgászoknak is fellépnünk a természetvédelme érdekében. És több alkalommal is szerveztünk már közös szemétszedési akciót egyéb egyesületekkel, és azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok szemét van az erdőben, a természetben, amit úgymond meg kellene óvnunk. Az idei évben teljesen be fogjuk tiltani ezt nem lesz továbbiakban szemetezsák kihelyezés, és innentől kezdve, aki ami szemetet kihoz magával a vízterületre, azt legyen kedves hazavinni. Ennek szankciós következménye is lesznek, amennyiben nem így történik. Szabálysértési eljárás indításával jár, ha egy horgász szemetet hagy maga után. A hely természetvédelmi besorolásától függően további hatóságok párhuzamosan is indíthatnak szabálysértési eljárást a természetben szemetelő személy ellen. Kijövünk a természetben, és tényleg olyan dolgokat hagyunk kint, aminek ehhez semmi köze az ég egyadta világon, hogy itt kéne legyen. Igyekszünk összeszedegetni a személyek után, nem általánosítanám, hogy éppenséggel, aki kijön bárki. Én csak azt tudom javasolni, hogy ne szemeteljünk, mert elkeserítő a helyzet jelen pillanatban. Szinte nem győzzük szedni, annyi szemetet hagynak kint az emberek a természetben, és ezt én nagyon-nagyon kellemetlennek tartom, felháborítónak is tartom, és minősíthetetlennek ezt a magatartást, hogy ez nem egy Tesco parkoló, ez itt a Gemenci erdő, Gemenci ártér. Nekünk, embereknek kötelességünk óvni a természetet, nem jogunk azt kizsákmányolni. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola több évtizedes hagyománya, hogy a leendő elsősök számára bemutatkozó programokat szerveznek. Az idei rendezvénysorozat második alkalmán bábjáték köré szervezett játékos feladatokon vehettek részt a gyerekek, ahol megismerkedhettek a tanítókkal is. Egy osztályhoz két pedagógus tartozik, és ők megosztják egymás között a tantárgyakat és a munkát. Nem csak a szülők kaphattak információt, illetve tájékozódhattak az intézmény nyújtotta lehetőségekről, hanem a gyerekek is bepillantást nyerhettek játékos programok segítségével az iskolai életbe. A mai napon intézményvezetőként bemutattam az iskolát, de talán ennél is hasznosabb, hogy a következő hónapban, márciusban lesz egy olyan alkalom, amikor a szülők bejöhetnek, és a leendő tanítónőket óra közben megnézhetik, és ott láthatják, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani, milyen a légkör, és tényleg tanórai keretek között ismerkedhetnek meg velük. Ez az egyik legfontosabb állomás szerintem. Az iskola számára nagyon fontos, hogy a gyerekek szórakozással egybekötve ismerjék meg az intézményt, így ne az ismeretlentől való félelem, hanem az újdonság varázsa és a közös játék legyen a meghatározó élmény számukra. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekek az óvodából idejönnek, akkor először megrémülnek, hogy bejönnek a nagy iskolába, az ismeretlenbe, és azt gondolom, hogy a mesével nagyon jól el lehet vonni a kis figyelmüket, és el lehet varázsolni őket pillanatok alatt. A gyerekek találkozhattak az idei év elsős tanítóival, így ha ezt az intézményt választják, már nem egy idegen helyre ismeretlen emberek közé érkeznek, hanem olyan pedagógusokkal kezdhetik meg a tanulást, akikkel korábban már közös élményeik születtek. Amikor elrepült előtted a sorban, akkor gyorsan, mert itt hát ez nagyon lassú lesz így. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az iskolába. Próbáltunk olyan programokat összeállítani, amely a gyerekekhez közel áll, ezért találtuk ki a bábozást, mert azzal úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk fogni a gyerekek érdeklődését, illetve igyekeztünk bemutatni az angolos vonalat, illetve zenés játékos programokat, tesis programokat csináltunk. A beiratkozásra áprilisban kerül sor, de addig is vár minden leendő elsőst a Széchenyi Iskola programsorozat következő alkalmára. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Nem engednek a tárgyalófelek, érik az újabb sztrájk Pécsen.
Turbókörforgalmat akarnak Patasra, fontos a közlekedési fejlesztés a Fidesz szerint. Emelkedett a 25 év alattiak adómentessége, több mint 500 000 után sem kell fizetniük a NAV-nak. Farsangi fánkverseny Pécsen, a vásárcsarnokban várják a kóstolókat péntekig. Szerdán a felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, kisebb eső néhol előfordulhat. Az ország nagy részén élénk erős, helyenként viharos lesz a délnyugati szél, reggelre a kevésbé szeles tájakon pára köd képződhet. Napközben 13 és 16 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!